Itt vagyunk a konyhában, Ásos Gézához én még így soha nem siettem. De hogy nem mindig csupa hozzá. Húsos, de nekem kézmód ez gombás. Tehát ez a gombás lecsó szarvaspörkölt. Jól mondom? Így van, és külön-külön megállja a helyét, mert ugye a gomba az meg van sütve. Igen. És a lecsó meg ugye egy friss, gyors, egy 5 perces friss lecsó az a lényege, hogy én nem nagyon szoktam szétfőzni benne a zöldségeket, én egy kicsit szeretem, hogyha ropog, érződni, mert ha meg nagyon szét van, ha meg nagyon kényes, akkor meg olyan málós. Igen, olyan kásaszerű. Így van. De ez a gomba pont jó. Nagyon finom, de a szarvas is nagyon. Hát, de nem volt a meglepetés, hogy finom lesz. Egy picit azt beszéljük még át, hogy milyen szarvast vegyünk. Ugye ezért nem szoktak a háziasszonyok minden nap szarvast főzni, tehát nem annyira elterjedt. Mégis mire figyeljünk, ha szeretnénk? Én megmondom nektek őszintén, hogy ez a szarvas hús, ez nagy kereskedelmi üzletláncnál vásárolom, én megbízok abban a minőségben. Nagyon sokat használunk el, főleg nyári szezonban. De milyen és... legyen a szarvas? Honnan tudod, hogy ez meg fog főni? Mert ugye ez vadhús, tehát ez erre azért... Nagyon sok függ az előkészítése. Ugye, amikor mi és megveszünk... nem kell túl fűszerezni? Bocsánat, ugye? Ezt egy picit még fűszeresebben, még az enyémhez is képest fűszeresebben kell egy kicsit, mert ugye a szarvas... Találtam! Délután a fürdőszobába töltjük, vagy hogy lesz? A szarvas húsnak ugye van egy tulajdonság, hogy egy kicsit édesebb, egy kicsit fűszerezetlenebb, mondjuk, mint egy jó marha, vagy egy jó birka, mert azok hétköznapi ízek. Az a lényeg a szarvas pörköltnek, hogy ne legyen az a vad illata, úgyhogy ha a tányér fölé hajolsz, akkor ne jelenjen meg mondjuk egy szarvas hím, vagy egy szarvas állat. Én a szarvasokat nagyon szeretem nézegetni az erdőben, az gyönyörű dolog, többit látok. Hát te nem eszed. Én a medvével voltam így, az egyik rendezvényen medve pörköltet árultak, hoztak nekem kóstolót, és akkor hajoltam a tányér fölé, eszembe jutott a maci, eszembe jutott a brummogás, és nem vett rá a lélek. Ennyi. De ilyenből fogunk enni, kérlek, tedd félre, most igen, tovább megyünk. Jó, ugyan? Senki ne egyen belőle, senki. Na, köszönjük szépen, Géza. Köszönöm a lehetőséget, egészségetekre. Köszönjük.